Az elmúlt években a gyermeksport jelentős változáson ment keresztül. Az évtizedes eredménykényszer és a korai sportági elköteleződés következtében egyre nagyobb a rendszeres sportból lemorzsolódó, a sportolással kapcsolatban döntően negatív élményeket szerző gyermekek aránya. A gyermek és diáksport egyik legnagyobb kihívása ezért az, hogy szerethető, rendszeres és könnyen hozzáférhető élményforrássá tegye a gyermekek számára a mozgást. A Magyar Diáksport Szövetség diáksporttal kapcsolatos fejlesztései ennek szellemében valósulnak meg. A Do 60 Diáksport Fesztivál célja, hogy a résztvevő tanulók változatos környezetben, játékos formában tanulják, gyakorolják az alapvető mozgáskészségeket, előkészítő és sporták specifikus mozgásformákat. A fesztivál során a pozitív játékélmény megszerzésére helyezzük a hangsúlyt, azaz, hogy minden tanuló sikeresnek és kompetensnek érezhesse magát. Ezzel a módszertani kisfilmmel célunk bemutatni, milyen lépéseken keresztül valósul meg egy hatékony fesztivál, milyen szempontok mentén érhetőek el a kitűzött sportszakmai célok. Egy fesztivál sikeres lebonyolítása érdekében fontos, hogy az előkészületek kellő gondossággal történjenek meg. A fesztivál napját megelőző időszakban mindenekelőtt meg kell alakulnia a szakmai szervezői, vezetői csapatnak, amelyeknek első feladata a fesztivál szakmai koncepciójának meghatározása. Itt kell megtervezni a résztvevő tanulók korcsoportját, létszámát, az állomások feladatait, játékait és a szükséges eszközöket. Ezzel párhuzamosan történik a helyszín és a résztvevő iskolák kiválasztása, szem előtt tartva az utazási időt és a költségeket. Ezt követően a résztvevő iskolák számára a szakmai szervező megküldi az esemény várható forgatókönyvét és az egyéb tudnivalókat. Mindezek mellett gondoskodnunk kell a fesztiválhoz szükséges adminisztratív feladatok előkészítéséről is. A fesztivál állomás helyeinek kialakításakor több szempontot kell figyelembe vennünk. A fesztiválra meghívni kívánt résztvevők létszáma, a fesztivál szakmai tartalma, a rendelkezésre álló eszközök és játékterület egyaránt befolyásoló tényezők. A pályák kialakításakor vegyük figyelembe a tervezett játékok hatékony lebonyolításához szükséges optimális létszámot, területet és a baleset megelőzési szempontokat. Az általunk megvalósított fesztiválokon a rendelkezésre álló területet 16, 8 és 6 részre osztottuk. Megérkezéskor a fesztivál szervezők és önkéntesek fogadják az iskolai csapatokat, megtörténik a regisztráció. Az átöltözést követően a tanulók a kísérő pedagógusok vezetésével elhelyezkednek a terem kijelölt területén. Fontos, hogy a fesztivál lebonyolításában résztvevők megbeszéljék az egyes állomások feladatait, és kijelöljék, ki melyikért lesz felelős. Végül megtörténik a feladatkártyák kiosztása. A fesztivál minden esetben megnyitóval kezdődik, amelynek fontos része a fesztivál céljának ismertetése, valamint az állomások rövid bemutatása a tanulók számára. Minden esetben hangsúlyozzuk a barátságos, eredménykényszer nélküli pozitív légkör jelentőségét a fesztivál során. Az általunk megvalósított fesztiválokon véletlenszerűen alakítottunk ki 12-14 fős csoportokat. A csoportalakítást a regisztráció során kiosztott, különböző jelzésű pecsételő füzetek segítették. Minden állomást egy figurával jelöltünk meg, így a tanulóknak meg kellett találniuk a füzetükön található figurákhoz tartozó állomást. A csoportokat ez esetben több iskola tanulói alkották. Ezzel a csoport kialakítással azt szerettük volna elérni, hogy a más iskolákból érkező gyerekekkel történő közös játéktevékenységen keresztül a tanulók megismerkedjenek egymással, fejlődjön szociális kompetenciájuk. Gondoskodtunk róla, hogy minden állomásra kerüljön pecsét. A közös bemelegítést a fesztivál szakmai vezetője vezeti. A feladatok végrehajtása közben zene szól, így a feladatok végét a zene leállítása jelzi.
A közös bemelegítésre 6-8 percet terveznünk, mely során sok-sok játékos elem segítségével az egész testet mozgassuk át. A filmen látható bemelegítés során a már kialakult csoportok a saját állomásukon végezték a feladatokat. A fesztivál egy-egy állomásának kialakításánál több módszertani szempontot is érdemes szem előtt tartani. A végrehajtás folyamatosságának biztosítása, például oda-vissza történő feladat végrehajtásra legyen mód, ahol csak lehetséges, kisebb és nagyobb terhelésű állomások arányos elrendezése, az eszköz visszahozatal módjának és útvonalának meghatározása, fogójátékoknál nem állandó fogók alkalmazása, végleg kiesős játékok kerülése, optimális létszám kialakítása az adott feladathoz, kisjátékhoz és területhez illesztetten, a pillanatnyilag passzív tanulók, például cserék, pihenőcsapat bevonásának biztosítása a feladatokba, a feladat végrehajtás során zene alkalmazása, ami egyben jelzi a feladatok kezdetét és befejezését is, legyen minél jobb a rendelkezésre álló terület kihasználása. Az egyes állomások gyakorlatait az állomáson segítők a korábban megkapott feladatkártya alapján magyarázzák el. Készfeltartással jelzik, ha a feladatismertetés megtörtént, és kezdődhet a gyakorlás. A fesztivál szakmai vezetője folyamatosan figyeli az egyes állomásokat, és akkor indítja el a zenét, miután minden állomás helyről megkapja a jelzést. A feladat közbeni instrukciók hatékony segítséget nyújtanak a tanulóknak a sikeres végrehajtáshoz. A zene megállításakor a tanulók abba hagyják a gyakorlást, a szereket visszateszik a megbeszélt gyűjtőhelyre, és a segítők köré gyűlnek. Fontos, hogy az állomáson segítők kérdéseken keresztül tudatosítsák a tanulási szempontokat, és tegyék lehetővé, hogy a gyerekek kifejezhessék érzéseiket, tapasztalataikat a feladatról. A rövid megbeszélést követően mindenki pecsétet kap az aktív részvételért. A tanulók egy-egy jól megérdemelt pacsi után indulhatnak a következő állomásra. Az állomások közötti váltáskor tegyük lehetővé a folyadékpótlást. A tanulók elindulnak a következő állomásra, a segítők és a fesztivál szervezői instrukciókkal segítik a gyors váltást. A fesztivál lezárásához, a megnyitóhoz hasonlóan a tanulók iskolájuk szerint helyezkednek el a kijelölt területen. Minden fesztivál közös megbeszéléssel végződik, ahol a fesztivál szakmai vezetője értékeli a fesztivált, és olyan kérdéseket tesz fel a gyermekeknek, mint például, hogyan érezték magukat, vagy melyik állomás tetszett nekik a legjobban. A tanulók tapssal, dübörgéssel, vagy egyéb hasonló módon fejezhetik ki elégedettségüket a fesztivállal kapcsolatban. A fesztivál fontos része az iskolák névre szóló részvételi emléklapjainak ünnepélyes átadása, ahol minden iskolát és résztvevőt tapssal jutalmazunk. A segítők vezetésével a tanulók elhagyják a játékteret. A fesztivál végén a szervezők elpakolják az eszközöket. A fesztivált követően a lebonyolításban résztvevők közösen értékelik és megbeszélik a sportszakmai és eseményszervezési tanulságokat, erősségeket és hiányosságokat. Reméljük, kisfilmünk hozzájárul ahhoz, hogy a grassroots szellemiségű DO60 diáksportfesztiválok tervezése, szervezése és lebonyolítása minél magasabb színvonalon valósuljon meg. A fesztiválnak a legfontosabb célja az volt, hogy egy időben, körülbelül egy másfél órás programban egyszerre 100 gyerek, 5-6-8-10 iskolából, attól függ, hogy milyen rendezvényen vagyunk, együtt, boldogan, a sportot szerető módon részt vett az eseményen, és olyan dolgokat tanultak, amit a hétköznapokban nem feltétlenül. Nagyon jó a rendezvény, nagyon jó kezdeményezés, én azt gondolom. Végig az egy órán keresztül, több is mint egy órán keresztül végig mozgásban voltak a gyerekek, különféle játékokat próbáltak ki, és én azt láttam, hogy mindegyiket nagy-nagy-nagy lelkesedéssel végezték. Nagyon jó a sport, egészséges, meg erősíti a csontot. Az a jó benne, lehet focizni, kiütőzni, bujóskázni, meg még stb. A gyerekek jó kedvét mindenképpen kiemelném, azt a fantasztikus érzést látni, hogy ők minden állomáson mosolyognak, megizzadtak, elfáradtak, tényleg én úgy láttam, hogy maximálisan oda tették magukat. Egy játékos környezetben, játékos formában a gyerekek kihívás jelentő, de teljesítető feladatokon keresztül tapasztalják meg az adott mozgásművelettségi tartalomnak a
a miben létét, a feldolgozhatóságát. Sok mindent megmozgat a gyerekekben, és sok mindent elő tudnak belőlük hozni, és ez nagyon tetszik egyébként, hogy ilyen komplex az egész. Ez a nap sokkal izgalmasabb, mint egy tornaóra. Azért tetszik ez a nap, mert sok szerjel tudunk játszani. Nagyon jó, és szerintem sokat tanultam. Legalább tudunk valamit játszani, valamit mutatnak nekünk legalább. Hát ennyi színes dolog között jó lenni, ugye ez a pálya ez sokkal nagyobb, ugye itt jobban kitombolhatja magát az ember. Minden játék. Szerintem nagyon jó lett ez a torna. Hát őszintén mondom, hogy már rég voltam ilyenen, és még remélem, hogy lesz ilyen, nekem nagyon tetszett. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.